Egymás után két baleset is történt november 4-én Salgótarjánban a 21-es számú főúton. A baleset nyomai még másnap délelőtt is jól látszódtak. A Bajcsy-Zsilinszky úton délután történt balesetben három személyautó ütközött össze. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók három embert emeltek ki az összeröncsolódott járművekből. A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a mentőszolgálat is. Egy ember a helyszínen életét vesztette. A balesetben további négy ember, köztük két gyermek súlyosan megsérült. Pár órával később a halálos baleset helyszínétől mintegy 100 méterre szalagkorlátnak csapódott egy autó, oda szintén a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a járművet. Információink szerint ebben a balesetben szerencsére senki nem sérült meg. A balesetek helyszínén a NOL egy harmadik baleset friss nyomait is megtalálta. Jól látszik, hogy a szalagkorlát több helyen megrongálódott. Sajnos nem a mostani volt az első alkalom, hogy halálos baleset történt ezen az útszakaszon. Szinte hajszál pontosan egy évvel ezelőtt, 2020. november 12-én két személyautó ütközött össze frontálisan, méterekre a mostani baleset helyszínétől. A balesetben a vétlen, idős házaspár életét vesztette, még a másik jármű 17 éves sofőrje könnyebb sérülésekkel úszta meg a balesetet. Mint később kiderült, jogosítvány nélkül, bedrogozva, lopott kocsival okozta a szerencsétlenséget.